Folytatom tovább az előző videó mondani valóját, tehát megállapítottuk, hogy a pünkösdi nyelv csoda, az, hogy nyelveken szóltak ott a tanítványok, az nem az a nyelveken szólás volt, mint amiről itt az apostol beszél. Itt ő egy olyan ima formáról beszél, mint mikor valaki nem tudatosan, hanem valami különös elragadtatással, nem is egy nyelven, hogy most ő mond valami olyan nyelvet, amit nem is ismer, de a lélek által, hanem egy ilyen nyelvkeverékszerűen, mint mikor valaki az örömében, vagy dadog, vagy nem tudja kimondani a dolgokat, egymásra halmoz, mert valami olyan elragadtatott kapcsolatban érintkezik Istennel. Én nem szóltam így nyelveken, én ennek az ajándékát nem kaptam, és valójában nekem az a gyanúm, testvéreim, hogy ez a fajta nyelveken szólás, amiről Pál apostol úgy beszél, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, ez ma itt közöttünk nem is működik. Eddig, amivel én találkoztam, azon mind rajta volt valami olyan tehertétel, ami a pogány kultuszokban is ott van. Sőt, hát volt olyan is, és nem akarom bántani a úgynevezett karizmatikus testvéreket. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert én is karizmatikus vagyok. Hát kaptam karizmát. Hát tudom is, hogy elsősorban az evangelizációjét, meg a gyermekek közötti szolgálatét, meg ahogy Isten ebben a lelkészi szolgálatban benne tart, ez az ő különleges ajándéka. És ezek a kapcsolatteremtő és egyéb dolgok, ezek nem az én kiválóságomnak a részei, hanem Isten megajándékozott azzal, hogy az egyébként is alkatra extrovertáltabb, nyitottabb személyiségemmel, vagy vidámabb személyiségemmel, emberekkel olyan kapcsolatba kerülök, vagy az ige hirdetésnek is egy olyan fajta ajándékát tudom végezni. Áldott legyen Isten, ha ezzel én használok, és hiszem, hogy használok az evangélium ügyének. De őszintén mondom, miközben megbecsüléssel vagyok, mert sokszor közülünk a legjobbak kerültek bele ebbe az úgynevezett rajongó mozgalomba. Ezt is szeretném elmondani, hogy egyikünk sem tökéletesen tudja megélni a hitét. Van a kétféle oldal, van a rajongók, meg van a törvényeskedők, mintha le lehetne az útról ide is, oda is csúszni. Vannak, akik inkább olyan alkatok, amivel a rajongás felé, hogy úgy föllelkesülten, úgy túláradóan, úgy érzelmileg jobban elragadtatva. Vannak, akik szikárabb gondolkozással és törvényeskedőbben élik meg a hitüket, amiben benne van, hogy csak így lehet, csak úgy lehet, csak egyik oldalnak sincs igaza igazán, de hát fogadjuk el, hogy Uram, hát én is tökéletlenebbül, én is úgy járok, hogy egy vagyok a te gyermekeid közül, aki nem a tökélyt éli meg, a 100%-os utat találta, hanem sok mindenbe belejátszik az alkatom, aztán az nagyon nagy ajándék, ha valakik úgy vannak, mint például mi a feleségemmel, hogy ő sokkal józanabb, sokkal kevésbé olyan, mint amilyen én szélsőségesebben tudok örülni, meg vagyok föllendült, meg minden,
És úgy kiegészítjük egymást. Én őt húzom erre, onnan húz, és haladunk a hit útján, mint akikre azt mondta az Úr, hogy hát egy test, egy valóság, és ketten együtt kiadjuk valahol, ahol jelenleg tartunk, és hisszük, hogy Isten gyermekeiként haladunk a cél felé. Tökéletlenül ütött, kopottan, ahogy szoktam mondani. No, tehát itt egy olyan imaformáról van szó, amelyben, ha nem is teljesen, de mintegy a tudat kikapcsolódik, ez már maga veszélyes terület, mert Isten általában beszél velünk. Ő neki az a gyakorlata, hogy nem sodor ide-oda, nem, hogy egyszer csak hanyatt testem, és egyszer csak valami olyan állapotban vagyok, ahogy Jézus mondja, hogy az ajtó előtt állok, és zörgetek. Aki megnyitja az ajtót, ahhoz én bemegyek. Hát Isten az igéjével szól, és terelget bennünket előre. No, de mégiscsak itt van, és látjuk, hogy a nyelveken szólásról beszél az ige. Na most Pál apostol korában úgy látszik, hogy ez az imaforma, ez egyeseknek megadatott. Azért, ha figyeljük a Bibliát, ott van, minnyájan szólnak nyelveken? Minnyájan? Minnyájan profétálnak ott az ige hirdetésről? Minnyájan? Egyek ilyet kapott, olyat kapott. Na most azt is mondja, hogy amikor ezzel az imádsággal van valaki, ezt általában magában gyakorolja, ne a gyülekezetben. Mert az Istennel való közösségében, ha az egészséges, és tényleg úgy építi őt, úgy erősíti föl.